Sziasztok! Ez az utolsó előtti vlogmas, ami miatt egyrészt iszonyatosan boldog vagyok, hiszen azt jelenti, hogy mindjárt család és karácsonyozás és pihenés és relaxálás és nagy evések és szeretet és béke és vége ennek az álmafutásnak, ami körülvesz bennünket. Másrésztről viszont nagyon szomorú vagyok, mert elválnak útjaink. Persze nem sokáig és nem véglegesen, de vége ennek az időszaknak, ami örökké a szívemben fog élni. Legalábbis a következő évi vlogmaszig biztosan, mert már most garantálom nektek, hogy jövőre ugyanitt folytatjuk. 8 órakor keltem, mert van egy lista, amit még szeretnék átmenni karácsony előtt. Mindjárt elővásom a telefonom és felolvasom nektek, hogy mik vannak rajta. Illetve az első számú projekt ma, ami igazából a december legfőbb missziója, hogy azokat a pontokat rendbe rakjam a lakásban, ahol folyamatosan be vannak haigálva a cuccok. A jó hír az, hogy mélyre sikerült már ásni, tehát minden szekrény, fiók, stb. Galéria rendben van, ezt ugye nyomon is követétek. Viszont még mindig vannak olyan pontok, ahol be vannak haigálva a cuccok, és addig nem nyugszom, még ezeket el nem pakolom, addig itt nem lesz karácsonyozás. Úgyhogy a mai nap első és egyben legfontosabb projektje ez. Aztán 10 órától megyek edzeni, az év utolsó edzése Pistivel, amiatt szintén egy picit szomorú vagyok, de nem baj, mert januárban folytatjuk. Na ez például az első számú ilyen pont ebben a lakásban. Ez egy ilyen gyűjtőhely, ide rakok mindent, aminek mennie kell. Már tudom, hogy hova, vagy még nem, de már oda készítettem. Szóval az a lényeg, hogy akinek már kifele áll a lába ebből a lakásból, az itt gyülekezik, és ezt már úgy, hogy van, fel fogom számolni. Semmi nem lesz itt a kis pampafüvem meg a semlén kívül. Erre szavamat adom nektek. Ez pedig a másik ilyen pont, ide is folyamatosan be van haigálva valami. Hiába rakom rendbe, egy nap múlva ugyanolyan lesz. Gyerekek, megoldódott a tükörválság. Megérkezett a tükör, amit készítettem, egy óriási, sokkal nagyobb, mint az előző. Szóval ez fixen megy a fa mögé, a másikat meg majd pakolgatom addig, ameddig a karácsonyfa kitakarja, de ez is megvan karácsony előtt, hihetetlen. Na hát ebbe végre beleférek normálisan. Karácsonyi különkiadás. PV. Pisti workout hasít. Ilyenekre van energiája, nem érte? E, egy perc. Istenem, várjál, mi az M? 20 burpee. És mi az A? Jó. Aztán megint 20 burpee, és itt egy mini wall sit. Ez vagyok én? Yes. Köszi. Jó, nem itt állok, nem tudjuk ki a könyvén a végén, hanem ott tartom a zsákot. Ahogy csipog. Hazajöttem az év utolsó box edzéséről, ami miatt egy picit fáj a szívem, de tudom, hogy januárban innen fogjuk folytatni, szóval nincsen aggodalomra ok. Ebédelni fogok, aztán pedig fejest ugrom a teendőim listájába, amit most veletek is megosztok. Foxpost GLS, mind a kettő helyre kb. 5 tonna csomagot kell elvinnem. Anyukám rendelt néhány alapanyagot, élelmiszert otthonra, amit ő nem tudott megvenni, meg körömlak, meg ilyen egy-két ilyen kis apróság, azokat el kell mennem, szóval egy ilyen kisebb beszerző körút lesz. Aztán el kell vinnom a cseppkőgyermek otthonba a kozmetikumokat, amit vasárnap óta mondogatok, de ma az utolsó napja, tehát ez meg kell, hogy történjen. Aztán Bestiánál be kell időzítenem a posztokat, ugyanis nyilván az ünnepek alatt is lesz kommunikáció, de akkor nem szeretnék ezzel foglalkozni, szóval most le kell ülnöm, meg kell írnom, be kell időzítenem, mit tudom én. Akkor el kell sípnem a GLS futát, mert az Obertyúnak küldök vissza egy csomagot, úgyhogy őt valahogy a kerületbe le kell vadásznom. Vennem kell csomagoló papírt, mert elfogyott tegnap, miközben a ruhákat készítettem össze, és van még néhány csomag, amit össze kell raknom. Ezen felül pedig le kell ülnöm a gép elé, mert van néhány olyan e-mail, amivel sajnosan el vagyok úszva, néhány statisztika régebbi együttműködésemből, vagy pedig januári együttműködéshez még van levelezni való, úgyhogy ez picit ilyen pötyögős, adminisztratív jellegű dolog. Számláznom is kell még, szóval ezeket most mind meg akarom csinálni, hogy ne kelljen most már az év fennmaradó napjaiban ezzel foglalkozni. Úgyhogy, alig várom, hogy este legyen. Megyek is, nem szaporítom tovább a szót, mert nagyon szeretnék mindennel végezni. A másfél perces ebéd előállt, ez a tanapi készétel, amit mutattam nektek. Került hozzá egy kis maradék koriander, illetve egy pici édes burgonya. Ez önmagában nem lett volna elég egy étkezésre, de így tökéletes.
Úgyhogy ez az ebéd tényleg másfél perc alatt összehajigálva, hozzá pedig a megszokott saláta. Te nem stresszelsz a mai nap miatt? Neked nincs csak teendőd. Becsomagoltad ide magad és ennyi? Igen? Az úgy kényelmes, amikor hogy összehajtogatod magad? Ja, és kihagytam a listáról a legfontosabb feladatot. A mai, nektek már tegnapi vlogmaszhoz még hozzá se nyúltam, szóval most azonnal nagyon-nagyon sűrűsen össze kell vágnom, mert ennek másfél óra múlva debütálnia kell, én meg még hozzá se nyúltam. Na, így állnak a csomagok per pillanat, de még mindig hiányzik egy-kettő, mert sajnos néhány ruhát bent hagytam Misinél. Úgyhogy, ha nem lenne elég dolog ma, akkor csináltam magam neki plusz kört, hogy bemenjek hozzá, és fel tudjam adni a cuccokat. De ez a nap elsődleges prioritása, hogy ez meglegyen. Végeztem a videón vágásával, 10-15 perces csúszásban vagyok, de majd meglátjuk, hogy milyen gyorsan dolgozik a gépen. Még exportálja a videót, elkészülök, és meg is indulok óriási lendülettel. Felöltöztem szépen, és kisminkeltem magam végre az ünnepekre való tekintette. Ez a tükör megoldás nem az igazi. Videónál még azt mondom, hogy oké, de képnél elég kényelmetlen. Viszont a másikat ugye teljesen kitakarja a fenyőfa, és nem tudom, mennyire látszik, de ez egy 2 méteres tükör fémkerettel, tehát ez nem olyan, amit így jobbra-balra átdobok, illetve nem is szeretném kerülgetni, meg amúgy is féltem, hogy nagy valami baja legyen. Úgyhogy most az ott fog szomorkodni kihasználatlanul, míg itt van a fa. Viszont ott lent szépen sorakoznak egy kis dobozok. Ezek egyelőre azok, amiket vagy mi adunk, illetve az még nincsen lent teljesen, vagy amit én kaptam különböző cégektől. Nyilván most volt szüksége a gépemnek, illetve YouTube-nak is legalább 2-szer annyi időre, hogy felrakjon egy videót, mint általában, úgyhogy most van, 4 óra elmúlt már, gyerekek, és még nem indultam el sehova, úgyhogy most felpakoltam, kocsiba ülök, ami nem tudom, hogy egy jó vagy egy rossz döntés lesz, de ezek a csomagokkal most muszáj autót használnom, és megindulok feladni mindent, bevásárolni, az utolsó simításokat elintézni, úgyhogy próbálom már magam most tréningelni arra, hogy nyugodtan vezess, nyugodt legyél, ne kapja egy vérzés az utakon, ne kapja egy vérzés a plázában. Nem hiszitek el, nincsen zöld bors. Na, gyors száradó fedőlak nélkül már nem megyek haza. Nem hiszitek el, nincsen zöld bors. Na, itt én általában csukott szemmel szoktam átmenni. Ne is kísértsen semmi. Na, most végeztem a West Endben, ahol olyan tumultus volt, mint a 20 000-eseket osztogatnának ingyen. Tényleg semmi túlzás, a lépcsőkorláton is emberek lógtak, szóval ez egy kegyetlen élmény volt. Az ideút az semmi, az tök sima volt, de ami itt ért, az fú, nagyon rossz volt. Megvettem mindent, ami nekem kell, feladtam az összes csomagot, GLS-nek, Foxposnak, mindenkinek, úton van mindene. Viszont anyukám szeretett volna zöld borsot, és nem lehetett venni a Spárban itt, úgyhogy most elmegyek zöld bors hajtóval. Most, hogy van zöld bors, meg gyorsan száradok körömlak, akkor eszem, mert mindjárt ilyen halok. Egy picit megsínlettem a hazautat, de vacsorám a Good Karmából van. Nagyon-nagyon szeretem őket. Talán a Franciska után a második olyan hely, ahol mindig szívesen megyek, és annak mindig szívesen hozok el ételt. Nagyjából mindig ugyanezt teszem, ez basmati rizs alap, körös karfiol és mindenféle friss zöldség, illetve saláta. Azt érdemes tudni róluk, hogy szinte minden ételük vegán és gluténmentes, van egy-két kivétel, de nagyon-nagyon nyugodtan lehet válogatni a menüjükről. Én nagyon szeretem őket, hamarabb több alkalommal hozok el tőlük enni, úgyhogy ez lesz a mai vacsora. Nézzet, hogy itt mi zajlik. Minden halott kell lenni, amikor éppen nem alszol, akkor mindent látnod kell. Houston, baj van, elfogyott a csomagolópapír. Pontosabban pont annyi van, ami semmire nem elég. Úgyhogy ennek a doboznak ma este be kellene csomagolódnia. Kevin, gyere, megyünk. Kell ki az ágyból? Kevin! Halló! Gyere, megyünk! Gyere, megyünk! Gyere szépen! Na, induljunk meg! Halló! Gyere, gyere! Na, csak ki sikerült kelni az ágyból. Jaj, egy kis nyújtózkodás. Igen, jóga. Na és végre elértem odáig, hogy ezeket eljutottam a célba. Egy picit késő van, szóval tartok tőle valahol mélyen, hogy már nem fogják átvenni, de megpróbálom majd kikönnyörögni, hogyha esetleg ilyen probléma merülne fel. Az utolsó programma, aztán rongyolok haza. Húha! Jó! Nézd, majd ne engem meg be! Hát hogy? Hát hello! Szia, babá!
Szia! Ez a bicikli magyarázatra szorul. Egy kis karácsonyi hangulatot intéztem nektek. Úristen, nem bírom. Nagyon szép. Ha az én videóimra azt mondjátok, hogy karácsony feelingetek lett, akkor nem tudom, hogy ettől mi lett. De akárra nézek, az ablakpárkány telerakva karácsonyi bögrével mindenhol ezt látom. Kurva jól néz ki, amúgy. Na, csak termett itt még néhány csomag, de ez már tényleg az utolsó utáni. Van, aki még ma esetben variált, stb. Úgyhogy ezeket holnap még feladom, aztán nincs több gardróbozás, mert most kigardróboztam magam, nem az, hogy erre az évre, de az elkövetkezendő másfél évre. Ja, és a mai nap sikere, hogy az összes ilyen gyűjtőhelyet sikerült teljesen felszámolni. Ha itt a csomagok mögé lesünk, akkor ugyanúgy nem találunk semmit. Látjátok, hogy nem látjátok? Mit látnak szemeim, csak nem időben fogok ágyba kerülni egy nap. Lassan a nap végéhez érünk, és megmondom nektek tök őszintén, hogy nem annyira felütne a boldogságom. Egyrészt én holnapra már azt terveztem, hogy a pöttyös pizsamában fogok feküdni a fa alatt, és enni fogok mindent, ami ehető, és azt is, ami nem. Ehhez képest még holnap is jócskán van tendő, dolgoznom kell, vannak olyan feladatok, amiket meg kell csinálnom, mert ma nem fért bele, úgyhogy ez az egyik oka. De erre még azt mondom, hogy oké, mert utána majd lesz idő kipihenni, szóval ez nem olyan nagy tragédia. A másik, ami sokkal jobban aggaszt, hogy az egyik legfontosabb csomag késik, úgy néz ki, több mint valószínű. Arra keltem reggel, hogy a futárszolgálat írt egy e-mailt, soha nem láttam még ilyen e-mailt, pedig nem egy, nem két csomagot kaptam már, és nem egy, nem két futárszolgálat hozott már nekem bármit. Tehát egy olyan e-mailre keltem reggel, hogy nem ért el a csatlakozást a csomag, ezért késhet. Azóta semmi info, és ezt nem úgy képzeljétek el, hogy AliExpressről rendeltem valamit négy nappal ezelőtt, és most fel vagyok háborodva, hogy nem ér ide, hanem ez egy express szolgáltatás, egy annak megfelelő díjjal, egy vállalt határidővel, és iszonyatosan lesz szívás lenne, hogyha ez nem érne ide, már pedig valószínűleg nem fog ide érni, én most azt látom reálisabbnak, eléggé beborítja a menetrendet, de még hogyha sikerül is megoldani, mindegy, szóval ez az egész ilyen nagyon stresszes most, és ezt az egyet kerülöm el minden évben, hogy ne utolsó pillanatban kellene ezzel szórakozni, úgyhogy most ez egy picit gondterrátétez, de holnap igyekszem ezt magamról lelökni, és feldíszítünk. Illetve majd meglátjuk, hogy mi lesz még, ez most még ennek a csomagnak is a függvénye, de az a lényeg, hogy holnap egy szuper karácsonyi Vlogmas utolsó kiadással jövök vissza, mindent bedíszítünk, bedekorálunk, megeszünk, amit csak lehet, úgyhogy egyrészt szorítsatok a csomagnak, másrészt pedig jöttek vissza holnap, és lezárjuk a Vlogmast, sziasztok!